Hochmotortól valamikor az év eleje felé kaptunk egy nadrágot. Trilobite, ez egy cseh márka, szuper egyébként eddig. Ő Acid Scrambler 1664. Azt hiszem, hogy 1664 az igazából arra vonatkozik, ez nem a Farmer, hanem inkább a keki verzió. Na eljött az is, amikor, ugye ezt már télen is próbáltuk, egy egyszerű aláöltözővel jó volt téli, ilyen rövidebb, tehát ez a városi motorozás teljes elemben volt, télen még nem mentünk hosszúakat. Tavasszal is elég sokat mászkáltunk vele, nem bizonyult olyannak, hogy megfagyna benne az ember. Ugye 20 fok alatt nem sokkal kevés, 15-20 fok körül aláöltözőse nagyon kellett. És már akkor azt mondtuk, hogy ha most kényelmes, vajon mi lesz nyáron, hogy meg lehet benne majd rohadni valószínűleg. Főleg tegnap motoroztam benne egy 30 km-t, ilyen kisebb fajta felhőszakadásban. Piszok jó. Annak idején írtuk, hogy a kisebb eső lepereg róla, egy ilyen viaszosnak tűnő, valószínűleg teflon bevonatnak köszönhetően. Ami lehet, hogy ezül ki egy kicsit ilyen fehér kopotra a felszínére. Na az a lényeg, hogy egy nagyobb esőben csulom víz a nadrág, de belülről nem érzi az ember még mindig azt, hogy ez nagyon elázott volna. Úgyhogy még a második mosás körül jár a nadrág, egyelőre még ez a vízálló bevonat egy darabig még tart. Tehát nem mondjuk, hogy másfél napot motorozva benne nem ázna át, de egy ilyen rövidebb időszakban még mindig nem ázott át a nadrág. A másik, amit tartottunk, nem is az átázás esetben, hanem az, hogy meleg lesz a nadrág. Hát tény és való, hogy a napi irodai, meg ilyen jövőmenő, gyalogjövőmenő időszakban meleg, viszont itt ez a két szellőző, és ez komolyan mondom 30-35 fokba, ami eddig volt, megy az ember itt egy 100-as tempót, és így azt érzi, hogy valami hűvös nyelvek nyalják a combját végig szinte, úgyhogy piszok jó hűt, a jó a szellőzése. Ami érdekes, hogy tegnap az esőben nyitott szellőzővel mentem, de mégsem éreztem, hogy a rohadtul beázott volna, pedig be kellett volna, nem tudom miért nem ázott be, de nem folyt a lábam a víz. Viszont a motoros nadrág az eddigi legmelegebben is jó, ha nyitva van a szellőző rajta. Motorozásról beszélünk, és nem az egész napos viseletről.